Öt jelentős zöldügyekkel foglalkozó civil szervezet elemzést készített arról, hogy mely pártok képviselői szavaztak a legzöldebben az Európai Parlamentben, magyarán kik szolgálták leginkább a klímaválság elleni harcot. Az elemzés az Európai Madártani Szervezet, az Európai Éghajlatvédelmi Hálózat, az Európai Környezetvédelmi Iroda, az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség, valamint a WWF Európai Irodája végezte el az elmúlt öt év szavazásai alapján a 30 legfontosabb környezetvédelmi, éghajlatvédelmi, illetve energiapolitikai jogszabállyal kapcsolatban. Az elemzés szerint messze a demokratikus koalíció EP képviselői szavaztak a legzöldebben, magasan megelőzve minden más ellenzéki pártot, ahogy természetesen a legkevésbé zöld Fideszt is. A demokratikus koalíció büszke arra, hogy már a Szociáldemokrata Zöld Szövetség létrehozása előtt is a zöldek hangja volt az Európai Parlamentben. A civilek elemzése is bizonyítja, hogy elkötelezettek vagyunk a klímaválság elleni küzdelemben, mert szociáldemokrataként is tudjuk, hogy vagy zöldek leszünk, vagy nem leszünk. Én mindenkit arra kérek, hogy június 9-én ne felejts el, hogy mely EP képviselők tettek a legtöbbet a klímavédelmiért, és szavazzanak a Szociáldemokrata Zöld Szövetségre, a DK-MSZP párbeszéd listára. Most át is adnám a szót szövetségesünk, a Párbeszéd Zöldek társelnökének, Barabási Hárnak. Parancsolj! Nagyon szépen köszönöm, és ezúton is szeretnék gratulálni a demokratikus koalíciónak a kiemelkedő munkavégzéséért. A 21. század egyik, ha nem a legnagyobb kihívása az, hogy hogyan kezeljük a klímaválságot. Az Európai Unió igazán jelentős előrelépéseket tudott elérni ebben az időben, de ezeket az eredményeket nem hagyhatjuk semmibe veszni. Pontosan látszik, hogy az a European Green Deal, tehát az az európai zöld megállapodás, amelyet nagy nehézségek árán nekünk zöldeknek, szociáldemokratáknak sikerült kiharcolnunk, veszélyben van. Veszélyben van például a néppárti politikától, amely kiszolgálva az ipari lobby érdekeit, megpróbálja ezt alásni. Pontosan tudjuk azt is, hogy a nagyvárosainkra milyen elképesztő teher hárul, hiszen a városok az egyik legnagyobb kibocsátók jelenleg a világon. Budapesten éppen ezért is büszkék vagyunk arra, hogy Karácsony Gergely vezetésével immáron több mint 300 milliárd forintnyi Európai Uniós támogatást tudtunk a következő ciklusra megszerezni, amely támogatás jelentős részét energetikai korszerűsítésre és tömegközlekedés fejlesztésre szeretnénk fordítani. Ugye pontosan tudjuk, hogy az az energia, a legjobb energia, a legolcsóbb energia, amelyet nem termelünk meg. Márpedig az világosan látszik, hogy a budapesti és egyébként más magyar nagyvárosi társasházak állapota egyáltalán nem kielégítő, sőt kifejezetten rossz. Éppen ezért jelentős erőfeszítéseket kell tennünk, hogy a házainkat szigeteljük. Ezzel nem csak a klímaváltozás elleni küzdelemben tudunk még egy hatalmas lépést előre tenni, de együtt a csökkenteni tudjuk valóban a rezsiköltséget valamennyi magyar számára, és a gazdaságot is tudjuk élénkíteni, mégpedig kifejezetten decentralizált módon. Éppen ezért én is szeretném önöket kérni, hogy tegyünk közösen a jövőjét. Mi a Szociáldemokrata Zöld Szövetségben itt leszünk, hogy még zöldebbek legyünk, és még keményen küzdjünk egy fenntartható jövőért, mint eddig. Éppen ezért én is szeretném önöket arra kérni, hogy június 9-én szavazzanak a Szociáldemokrata Zöld, tehát a DK, az MSZP és a Párbeszéd Zöldek közös EP listájára, a fővárosban pedig Karácsony Gergelyre.